A bujdosó macska Egyszer volt, hol nem volt, nem tudom, hogy merre volt, de valahol mégis volt, volt egyszer egy macska. Ezzel a macskával nagyon mostohán bánt az asszonya, elkeseredett erősen, s nagy bújában, bánatában fogta magát, ott hagyta a gazdasszonyát, s elment világgá. De hogy szavamat össze ne keverjem, mielőtt útnak indult volna, az udvaron talált egy nagy vörös répát, szekeret csinált belőle, nagy hirtelen fogott két egeret, azokat a szekér elé fogta, s úgy indult bújdosóba. Mennek, mendegélnek, hegyeken, völgyeken által, de bizony az egerek elfáradtak, egyre lassabban lépegettek. Gondolja magában a macska, így messzire nem haladunk, fogott az úton még két egeret, a másik kettőnek elejébe fogta, s úgy hajtott tovább. Amint mennek, mendegélnek, találkoznak egy rákkal. Kérdi a rák. Hová mégy, te macska? Megyek vándorolni. Vigyel engem is, mert a halak kikergettek a vízből. Hát miért kergettek ki? Azért, mert csípkedtem őket az ollommal. No, hát gyere, ülj fel, Tovább mennek, mendegélnek, s hát az út közepén két tojás van. Megszólal az egyik tojás, s kérdi a macskától. Hová megy te macska? Megyek vándorolni. Vigyel minket is. Nem volt maradásunk az asszonyunknál, mert azt kívánta, hogy három csirke keljen ki belőlünk, pedig csak egy van bennünk. Felültek hát a tojások a vörös répa szekérre, s a macska hajtott tovább. Egyszerre csak rászállott a szekérre tíz fecske, s tíz pacsírta. Nem is kérdezték a macskától, szabad-e, nem-e, szépen letelepettek, s mentek ők is. Még egy jó hajítást nyira sem mentek, egy csomó gombos tűt találnak az úton. Kérdi a macska, hát ti hogy kerültetek ide? Mi bizony úgy, hogy egy társunk megszúrta az asszonyunkat, s az asszonyunk haragjában mind kidobott az útra. Hát akkor csak ti is üljetek fel a szekérre, gyertek velünk! Tovább mennek, mendegélnek, s este felé egy kicsi házikóhoz érnek. Abban a kicsi házikóban egy öreg asszony lakott. A macska bement hozzá, köszönt illendőképpen, s szállást kért éjszakára. Mondja az öreg asszony. Adnék én jó szívvel, de ide minden éjjel zsiványok jönnek, itt ugyan nem lesz nyugodalmatok. De a macska addig beszélt, hogy így meg úgy nem félnek a zsiványoktól, hogy az öregasszony szállást adott nekik. A négy egeret bekötötték az istállóba. A két tojás beleült a tüzes hamuba, a rák a vizes dézsába, a gombostűk a törülközőbe, a macska meghúzódott az ajtósarkában, a fecskék mentek az eresz alá, a pacsirták pedig a ház tetejére. Hát csak ugyan, éjjel jönnek a zsiványok, bemennek a házba, letelepednek a kemence mellett, tüzet akarnak gyújtani. De amint megpiszkálják a hamut, a két forró tojás szétpattant, s szemük-szájuk tele lett tojáshéjával meg sárgájával. – Ej, uram teremtőm, megijedtek a zsiványok, égette a tojás az arcukat erősen, szaladtak a vizes dézsához, hogy megmosdjanak. De ahogy belenyúlnak a dézsába, a rák jól megcsípte az ujjukat. Lekapják az ansószegről a törülközőt, hogy megtörülközzenek, de a gombostűk jól összeszurkálták őket. Még jobban megijednek, szaladnak kifelé, és ott meg nekik ugrik a macska, s Isten igazában össze az arcukat. Ki az udvarra, mintha szemüket vették volna, de ott meg a fecskék és a pacsirták elkezdtek csiripolni. Zsiványok, zsiványok, fogjátok meg őket! Ahányan voltak, annyi felé szaladtak. Többet az öregasszony házához vissza se jöttek. Reggel a macska megköszönte a szállást az öregasszonynak, a négy egeret befogta a vörös a szekérbe, aztán mind felkerekedtek, mentek tovább. Hanem amint egy hídra értek, halljátok csak, mi történt. Az egerek mitől, mitől nem, megijedtek, a szekeret belerántották a vízbe. – Hé, Istenem, lett nagy ijedelem! – a pacsírták és a fecskék hús felrebbentek és elrepültek. A macska is nagy ügyel bajjal kiúszott, de a szegény rák az ott maradott a vízben, No meg a gombostűk is. Hogyha ezek a vízben nem maradtak volna, az én mesém is tovább tartott volna.